Mivel erre a hétvégére esik Halloween, most megint olyan játékokat lehet ingyenesen kipróbálni, melyek így vagy úgy, de az ünnephez köthetőek. Szóval van itt gyilkos előbújkálós, szörnyírtós, szellemkergetős és erdőben rettegős élmény is. Választhatunk, hogy hogyan és mitől szeretnénk parázni. Lássuk is a kínálatot! A Microsoft nemrég bejelentette, hogy melyek lesznek a Games with Gold novemberi kínálatának játékai, ezek közül pedig kettő már most szombattól kezdve elérhető. Az Aragami Shadow Collection az élőhalott bérgyilkossal mászkálós játékot és annak előzményét, a Nightfall-t is tartalmazza. Ezt november 30-ig raktározhatják el az Xbox Live Gold előfizetői, és ez a játék már nem csak Xbox One-on, hanem Xbox Series X és S-en is el fog indulni. A másik cím a Full Spectrum Warrior, egy klasszikus hátulnézetes katonai shooter, melyben egész osztagok parancsolhatunk. Ez eredetileg még az első Xbox-ra jelent meg, de persze a visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően Xbox One-on is elindul. A lövöldét november 15-ig kaparinthatjuk meg. A Free Play Days keretén belül ismét három játékot próbálhatnak ki a hétvégén az Xbox Live Gold és az Xbox Game Pass Ultimate előfizetői, ezúttal ráadásul kifejezetten népszerű darabokat. Az egyik a Jump Force, a legismertebb manga karaktereket felvonultató verekedős játék, a másik az aszimmetrikus multiplayer móka Dead by Daylight, mely ebben egy játékos a gyilkost, a többi pedig az áldozatait irányítja. A harmadik pedig a PlayerUnknown's Battlegrounds, a Battle Royale őrület, amit aligha kell bemutatni bárkinek is. Steamen egy rakás játékot kipróbálhatóvá tettek a hétvégéig, az egyik ilyen a már említett gyilkos fogócska, Dead by Daylight. Szintén így járt a Warhammer Vermintide 2, a kooperációs akciójáték, melyben csapatosan írtatjuk ki emberméretű patkányok hordáit és a káosz egyéb mocskos szolgáit. És még a The Sims 4 is ilyen bánásmódban részesült, az Electronic Arts ember szimulátora, amelyhez 2014-es megjelenése óta már rengeteg kiegészítő megjelent. Végül pedig az Epic Games Store ezen a hétvégén elég rendesen ráfeküdt a Halloweenre az ingyenes játékaival. Örökre odaadják például a Blair Witch-et, azt a tavaly megjelent horrorjátékot, melyet az Azonos című film ihletett meg, szóval nem meglepő módon ez is arról szól, hogy egy erdőben mászkálva rettegünk. Sorstársa pedig a Ghostbusters The Video Game Remastered, az eredeti Szellemírtók filmet feldolgozó 2009-es videójátéknak a felújított változata. Ha mindig is szerettél volna Bill Murray-vel szellemzaklató nyalábokat eregetni, most végre eljött a te időd. Ezeket az ingyenes játékokat lehet megszerezni vagy kipróbálni a hétvégén. Ha kihagytunk volna valamit, akkor azt írjátok meg a kommentek között. A jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!